A folytatásban pedig színház, és hát Januári Miklós a vendégünk, akit úgy is bemutathatunk, ahogy te mondtad saját magad, hogy a nyíregyházi Leonardo DiCaprio. Hát ha kapjálhatósz viszonylatában nézzük, akkor igen, akkor igen. Lehet jutatni. Mert hogy most már egy hét csak a bemutatóig, és aztán láthatják a nézők is ezt a darabot. Akik nem látták, ugye ez egy filmnek a részben az adaptáció, de hát 2011-ben, ha jól emlékszem, akkor bemutatták ezt már színdarabként? Igen, bemutatták nem kisebb helyen, mint a Broadway-en mutatták be, aztán a West End játszotta nagy sikerrel. Nyíregyháza közössége olyan szerencsés helyzetben van, hogy most már azt hiszem második alkalommal az Idétlen időkig után, második alkalommal nem csak országosan, de kelet-európai vagy talán európai viszonylatban is elsőként tudnak megnézni egy ilyen Broadway feldolgozást, úgyhogy igen, nem kis színházak után mutatjuk most be mi ezt a darabot, mondom, elsőként az országban és talán Európában is, úgyhogy ez egy nagyon nagy kincs szerintem. Uh-huh. Meg hát nektek egy kicsit plusz teher is, nem? Plusz teher, igen, azt hiszem egyébként ezzel talán belül nem foglalkozunk annyit, mint amennyit indokolna ez a helyzet, hogy mekkora vállalásokról van szó. Belül mi ezzel már mondhatnám, hogy talán a társulat megszokta, hogy ilyen elképesztő nagy fákba vágja bele a fejszét, most már sorozatosan sokadjára. Mindenki tudja a dolgát, most már a társulat ebbe beleértve a műszakot is, a háttérmunkát, a háttérországot, a rendezőt, a díszletjelmeztervezőket, mindenkit beleértve. Szerintem most már szerzett egy egészséges rutin talán az ilyen lehetetlen küldetések végrehajtásában. Úgyhogy mindenki nagyon öntudatosan, céltudatosan halad előre, hogy megvalósítsunk egy reményeink szerint remek előadást. Hogy kell ezt elképzelni, amikor van egy ilyen darab, aminek az ős bemutatója itt van Nyíregyházán, hogy ilyenkor előszeretettel jönnek a nézőtérre más színházaknak a szakemberei is, megnézni, hogy esetleg ezt a darabot jó lenne majd bemutatni nekünk is? Jó kérdés. Én nem szoktam monitorozni a nézőközönséget, hogy pontosan mikor kijön. Remélem, hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon szeretném én magam, hogyha ezt a rendszert, ezt bevezetnénk, vagy bevezetődne, vagy lenne ilyen fokú kíváncsiság más színházak részéről, hogy ezeket az ősbemutatókat megnézzék. Mindenképpen hasznos lenne szerintem magának a szakmának országos viszonylatban, hogyha tudnának arról, hogy mi zajlik itt Nyíregyházán. De lehet, hogy nézték, csak nem tudok róla, hogy nem jutott hozzánk vissza. De mindenféleképpen kéne. Uh-huh. Biztos kíváncsian várják majd sokan. Hogy álltok a próbákkal? Remekül. Azt még nem mondanám, hogy az utolsó imitásokat végezzük, még azért még nem is kicsit több, mint egy hét van hátra, másfél hét, ami színházi szempontból nagyon-nagyon sok idő, még bármi is megtörténhet. Dolgozunk, már nagyjából látszik a dolognak az arca, látszik a husikája, úgyhogy még nyilván van millió és egy dolog, amit csiszolni kell, pontosítani kell, meg kell csinálni, újra kell csinálni, bele kell vetni magunkat, még itt-ottam ott be kell foltozni, toldozgatni, de egyébként olyan van egy nyugodt derű, azt hiszem, a produkció felett, hogy ez így meg lesz. Ezzel nem lesz probléma. Nagyon nagy a különbség a filmhez képest? Ugye az éneken kívül. Igen. Hát nyilván, igen, ezt így mondod, hogy az éneken kívül, hát egy teljesen másik orgánumban lesz előadva, ugye a színház és a film az egy egészen más médium. Egy másik darab, szóval ez nem Ctrl-C, Ctrl-V a film. Uh-huh. Sok jelenet megelemenedik a filmből, sok konkrét szöveg elhangzik a filmből, és hát nyilvánvalóan maga a történet és a karakterek azok ugyanazok, viszont az előadásnak azt hiszem a dinamikája, a tempói, a fentlentjei az azért az merőben más, pusztán amit indukál maga a műfaj csere vagy váltás. Egy sokkal, azt hiszem a filmhez képest egy sokkal színesebb, sokkal mozgékonyabb, derűsebb dolog lesz talán, azt hiszem. Bár nem néztem újra a filmet most, hogy ezt elkezdtük próbálni. El akartam tőle távolítani magamat kicsit, hogy azért mégse egy DiCaprio utánzás legyen, mert hát az egy veszett fejszennyele, azt hiszem, hogy őt meg se kísérlem őt utánozni. Úgyhogy azt hiszem, mi a saját pofáját akarjuk megcsinálni ennek a történetnek. Nem, már nagyon sok klasszikus idézet van például abból a filmből, amikor a szemorvost játszik, és hogy csatlakozik. Tehát igen, egyébként igen. Ugye nem tudja, hogy mi mindent kell csinálni. Ez igazi hátradőlős színházi előadás? Tehát beülök, és akkor felszabadultan szórakozok majd? Igen. Szerintem maga az anyag az arra van írva, hogy ez egy habkönnyű,
jazz, ilyen show jazz zenéje van, ami nagyon, nagyon magával ragadó, nagyon lendületes, nagyon jó stílusa van az egésznek, ez a 60-as évek Amerikájának, ez a öltönyös gangster stílusa megvan az egésznek, úgyhogy maga szerintem az anyag az, az olyan. Horváth Illés a rendező, mindent megtesz azért, hogy, hogy akár a filmből is visszacsempészve motivumokat, meg mélységeket, szerintem igyekszik ezt kicsit ellenpontozni a műfaj, nem is feltétlen ellenébe, de azzal szemben kicsit az emberi mélységeit ennek a dolognak, a drámáját annak, hogy egy gyerek, aki nem akar egyik vagy másik szülője között választani, megszökik és egyedül végrehajt egyébként komoly bűncselekményeket. Abszolút, ez egy megtörtént eseményeken alapszik, ami azért valószínűleg a eredeti Frank Ebbingnél, aki ezeket a dolgokat átélte, valószínűleg ő azért nem úgy feküdt le aludni, hogy hát ez is egy remek rap volt, és ma is kaptam $1 millió, és nincs családom, és egyedül vagyok. Szóval, hogy ennek van egy keserű, magányos, fájdalmas rétege, azt hiszem a csillogás és a siker és a virtuóz csalás alatt, azt hiszem ennek van egy, egy igazán szívhez szóló, ockodok attól, hogy szomorú, de, de hogy valami fájdalmas emberi része azért ennek van. Sok, több, több mindenről szól ez az előadás, azt hiszem, mint csak a trükkről, hanem itt azért komoly dolgokról is szó esik. A többi darabról, amiben játszottál korábban, lehet-e tudni valami? Spamelot, Édes Charity, láthatják-e esetleg a nyíregyháziak majd? Az Édes Charityt már nem hiszem, hogy azt látják, az sajnos kiment, de mindannyiunk emlékezetében nagyon élénken él. A Spamelotot azt hiszem, de nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy az még arra lesz módjuk, tán szabadtéri előadás formájában látni még egyszer. Most meg fogjuk csinálni májusban, felújítjuk a Váratlan Vendég című előadást a Kamarában, amit még azt hiszem ez már sokadik pótlása a pótlásnak, de azt még lesz alkalmuk a nézőknek megnézni. De hát a színház az tisztesiparos módjára önti ki magából a jobbnál jobb előadásokat, hogy említsem a múlt héten bemutatott Frankensteint, mindenféleképpen érdemes megnézni, de rengeteg csodálatos meseelőadás született, most ugye a Misi Mókus fog is még születni majd. Szóval azt hiszem, hogy ha nem is olyat, amit én játszottam, de olyat biztos, hogy fognak tudni a nézők, ami most nagyon jó előadás, és mindenki szívét, lelkét beletette, és jelen pillanatban fut a színházban. Például most a héten ugye a Jó estét, nyár, jó estét, szerelem fut elképesztő szériákat. Mi pedig akkor a jövő héttől várjuk ezt a darabot. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hát sok sikert majd. Köszönjük szépen. Mi pedig akkor rövidesen újabb programokkal folytatjuk.